Történelmi sikert elérve, a DVTK sportolói közül először Kékesi Márton jutott ki a téli olimpiai játékokra. A tehetséges miskolci versenyző bizonyult a legjobbnak a válogatott kvalifikáció során, így ő képviseli majd a magyar színeket a pekingi ötkarikás játékokon. Kékesi Márton műlesiklásban és óriás műlesiklásban áll majd rajthoz a február 4. és 20. között esedékes olimpiai játékokon. A január 18-ai nap minden bizonnyal örökre emlékezetes maradt Kékesi Márton számára, aki pályafutása során már másodszor, DVTK versenyzőként pedig először lehet ott a téli ötkarikás játékokon. Egy-egy női, illetve férfi kvóta állt a Magyar Síszövetség rendelkezésére alpesi síben, ezt szerezte meg a kvalifikáció során a DVTK versenyzője. Január 6-a és 14-e között a szövetség 8 versenyt jelölt ki, amit 3 különböző országban teljesítettek az érintettek. A 4 lesikló, illetve műlesikló verseny mindegyikén rajthoz kellett állni, és az itt elért eredmények alapján Kékesi Mártont jelölte ki a Magyar Síszövetség. A hír ma reggel vált hivatalossá, Kékesi Márton stábunk telefonon érte utol. Ez egy jó leső megnyugvás. Én nem voltam nyugodt, amikor a kvalifikációs versenyek voltak. Nekem az volt az igazán legnagyobb megméretetés. Az olimpia is az lesz nyilván, de nincs az a nyomás, meg az az izgulás, hogy az olimpia forog kockát. Mert ha az olimpián vagyok, akkor már ott vagyok az olimpián. Tehát egy jó leső érzéssel fogok versenyezni, ami kulcsfontosságú a jó eredmény eléréséhez. Pekingben és a Metropolis környékén február 4-én kezdődik és 20-áig tart majd a 2022-es téli olimpia. A magyar válogatott tagjaként első DVTK versenyzőként áll majd rajthoz, tehát Kékesi Márton 2 számban, műlesiklásban és óriás műlesiklásban.